mindenkit itt Sájváron a Nádasdy Ferenc Múzeumban. Engem Reinhard Gabriela a hívnak, és én fogom önöket vezetni. Hola, sa Reinhard Gabriela, szívesen nás pozdravuje v múzeu. Ez a vár, amelyet jelenleg láthatnak, alapjaiban a 16-17. Században alakult ki a Nádasdy család idején. Že základy boli položené v 16. a 17. storočí. Azzal a nagy különbséggel, hogyha az ő idejükben jöttek volna be a Várhídon, akkor nem egy parkkal találkoznak, hanem vizes árok rendszerben. S tým rozdielom, že keď ste vchádzali do mesta po tom moste, áno, tak by ste sa tam boli do hradu, tak by ste sa boli tam stretli aj s vodou. Bola tam vodná príklopa. Magának nem csak a várnak a belső épületeit, ők építik meg, hanem a külső védelmi rendszer is az ő nevükhez köthető. Ők alakítják ki az ólás, bástyás védelmi rendszert is Sárvárnak. Takže k ich menu sa pripája nielen hrad ako taký, ale aj bezpečnostné valy, ktoré boli postavené okolo celého hradu. Maga a Nádasdy család kezébe úgy kerül a Sárvári vár, hogy Nádasdy Tamás 1533-ban feleségül veszi Kanizsai Orsolyát, aki egyke leány ebben az időszakban, ugye is édesapja és testvére is elhaláloznak a Mohácsi csatában. Do rúk Tamáša Nádasdyho sa dostáva vlastne tento majetok tak, že sa ožení s Orsolyou Kanizsajovou, 1533. No a tým pádom vlastne sa to dostalo do jeho rúk, celý hrad. Aj s okolitými pozemkami, mega Környék beli. Természetesen, igen. Výrodalommal. Takže aj s okolitými majetkami, ako s pôdou. Ebben az időszakban ez a házasság nagy millió tiprásnak számított, ugyanis Tamás 40 éves volt, Osika pedig 14. Tamáš mal 40 a Orsolya mala len 14. Že bola to taká nerovná zväzok. Ennek az volt az oka, ennek a hatalmas korkülönbséges házasságnak, hogy Tamás ebben az időszakban még csak köznemes, ugyan második Lajos uralkodónknak a titkára volt, de feljebb szeretett volna lépni a ranglétrán, és ehhez szüksége volt egy gazdag leányzóra, és no, így jött potyára Kanizsai. Nakoľko on chcel postupovať v rebríčku v kariére a... Második Lajos. Igen, aki a Mohácsi csatában. Takže za Ludovíta II, keď Mohácsi bola tá veľká bitka s Turkami a prehrali Maďari tú bitku, no a v tom období tento Tamáš mal možnosť, lebo on bol veliteľ vlastne vojsk, mal koriš ilyen... Igen, titkár volt, az uralkodó titkár. Uralkodó titkár. Igen. Bol tajomníkom toho Lajosa II. Ako na kráľovskom dvore. A chcel postúpiť v rebríčku, tak jasné, že musel sa k tomu aj postaviť tým, že musel získať nejaké majetky a preto sa dal do potistov Orsolyov. Tamás kijárja mind a két uralkodónál, mint Ferenc Ferdinándnál, mint Szapolyai Jánosnál azt, hogy Orsika férfi jogokat kapjon, ne csak a lány negyedet örökölje, hanem mint ha fiú lenne, megkapja az egész Kanizsai birtoktestet. Igen, mert egyszer lány maradt. No, nakoľko tá Orsolya bola len jedináčik, tak vydobil si Tamáš Nádasdy, aby dostala všetky práva muža. Krátka, aby sa jej majetok netýkal len ako ženy, ako keď sa jej to bude týkať ako muža, tak bude mať väčšie právomoci a dostane väčšie teritórium. És végül is ezzel a házassággal kerül a Nádasdy családnak a kezébe a Sárvári vár, egészen 1671-ig ők do roku 1671 potom oni tu vládli, táto rodina Nádasdyovcov. Ugye az első birtokos a Nádasdy Tamás lesz, és kiknek a házasságából egy szem gyermeke születik, Nádasdy Ferenc, második Nádasdy Ferenc, aki Báthory Erzsébet férje. No a im sa narodil vlastne ten jediný syn, František Nádasdy, ktorý potom bol manželom Erzsébet Báthory.
Majd második Nádasi Ferencet a mennyezett freskón láthatjuk középen, a középső hosszú freskón pont középen zöld szupportban. Rá is írva a nyerekkápájára, hogy Nádasi. Ez a Ferenc volt? Igen, ez a Ferenc a tehát másik. Tehát Františka Nádasi ho nájdete presne v tejto strednej časti, v strede v zelenom obleku. Tam má napísané na stehne Nádasi. A na stehne tam má napísané aj. Ferencet úgy is hívták a korban, hogy a fekete bék. No, volali a csérni bék. Ugyanis a korabeli leírások alapján Nádasi Ferenc annyira sötét szín volt az arc szőrzete, illetve a haja, hogy innen a fekete jelz, a véget pedig a törökök akadták rá, mert mind harcolt egy igazi török vezér. No, bol, nakoľko bol čierny, lebo mal čiernu bradu, čierne vlasy a čiernu pokožku, mamu pokožku teda, tak preto ho volali čierny. A Bek to dostal zase od Turkov, nakoľko bol postrachom, áno. Bol to taký turkobiec, áno. A mennyezett freskon láthatjuk az ő fontosabb török elleni harcait, amelyet majd az ő unokája, szintén Nádasi Ferenc, de már a harmadik megrendelésére készítenek el a 17. század közepén. Takže v 17. polovičke 17. storočia potom sa na objednávku Františka ako jeho potomkov vlastne jeho vnuka prikreslili aj tieto ostatné fresky nižšie. A mennyezett freskon láthatjuk a Sziszeki csatának az ábrázolását itt középen, majd... Sziszeki? Sziszek. Sziszek. Ja, Sziszak. Sziszak. Yes, yeah. Tudom. Igen. Szerbiában. Igen, pontosan. Takže to, tá stredná je freská pochádza zo Sziszaku. Szemben láthatjuk a pápai. Oproti z pápi, to je pri pápe, boj o pápu. Székesfehérvár. No, Székesfehérvár. Buda. Takže na všetkých tých obrázkoch môžete postrehnúť to oblečenie a vždy za ako za tým uvidíte hrad alebo to miesto, kde sa to odohrávalo. Ugye második Nádasi Ferenc és Báthory Erzsébet ebben a térben, ahol jelenleg mi állunk itt a díszteremben, nem élt. No, Nádasi és Báthory Erzsébet, vagy második Ferenc. Nádasi František II. A Báthory Erzsébet tu nikdy nežili. Tejto miestnosti. Ugyanis a dísztermet, ahol jelenleg tartózkodunk, az ő unokájuk építeti meg majd. To až ich vnuk dal toto postaviť. És ezzel köti össze az oldalsó szárnyakat, és alakítja ki ezt a szabályos ötszögletű belső no, várat. Potom on dal ten vnuk vlastne túto časť celú postaviť a tak vlastne spojilo to účko. Peľuholníka vlastne. Azonban, ami ténylegesen az ő nevükhöz köthető, az a külső védvárrendszernek a kiépítése. Azt már Ferenc kezdi el, és az ő fiúk, egyszerűen fiúk, Nádasi Pál lesz az, aki majd befejezi. Takže k ich menám Františka a Erzsébet Báthory sa len môže pripojiť vonkajší obranný systém. To je ich práca, áno. Za to sa zaslúžili oni. Ale už toto ďalej tu vnútri, to už zase ich vnúci. Ugye ez a védvárrendszer mindenféleképpen a várnak a védelkezéséhez volt szükséges. Ugye a török minél inkább el akarta foglalni Bécset, és ezért volt no, mindenképpen szükséges. Na kolko sa Turci ťahali stále hore smerom k Viedni, tak stále tu bol problém, že ich napadnú, tak bolo veľmi potrebné, aby vybudovali ten obranný systém. Illetve a katonaságnak az elszállásolására is szükség volt ezekben a véderőkben. Szállások voltak nekik kialakítva. A okrem toho ešte tam boli vybudované aj pre vojakov ubytovacie zariadenia, teda pre vojakov v tom obrannom systéme. Amelyik rész, amihol biztosan, hogy éltek, az a túlsó szár, itt ez az oldalsó szár, ami a pénztártól befelé van, mert az a legrégebbi része. Je, určite žili, tak to je toto krídlo od pokladní, keby ste sa vybrali tým smerom, tak v tom krídle žili určite.
illetve a várudvaron, ahol jelenleg a színpad áll, mögötte látjuk ezt az árkádos részt, az szintén az ő idejükben már biztosan létezik, ugyanis maga Nádasdy Tamás lesz az, aki ezt az árkádos részt kialakítja. Takže, keď pôjdete na dvor a uvidíte arkády na ľavej strane, tak tá časť tiež už bola postavená v tom období, keď oni tu žili, takže tieto dve časti už oni obývali. Hogy ez a két szárny, amiről biztosan tudjuk, hogy itt élt maga Nádasdy Ferenc is, illetve Mártoni Erzsébet is, annak ellenére, hogy nem csak Sárváron éltek, hanem a többi várban is, amelyek ma már párat megtekintettek. Takže určite v týchto dvoch krídlách tu žili, okrem tých hradov, kde sme už dneska aj boli. Lebo aj tam žili, áno, v tých hradoch. Jó. Akkor magának a, még egy pillanatra visszatérnénk a mennyezet freskóra, hogy miért is készíteti el harmadik Nádasdy Ferenc ezt a mennyezet freskót. A tematikája végül is az volt, hogy egyrészt megmutassa, hogy a nádasdyak milyen gazdagok. Bocsánat. Prečo sa vlastne rozhodol ten vnuk, že toto vlastne tu dá vymalovať? Áno. On v prvom rade chcel ukázať, že akí sú oni bohatí, že kto sú vlastne tí Nádasdyovci. Áno, chcel dokázať, másik. A másik pedig az, hogy áttér arra a Zrínyi féle gondolatra, hogy a törököt csak akkor tudjuk kiűzni a Magyarország területéről sikerrel, ha a magyarok teljesen összefognak és nem kérnek egyéb külső segítséget. No, a ešte ďalší, druhá vec bola tá, že tu chcel ukázať všetkým, že pokiaľ Maďari sa dajú dokopy, tak skôr toho Turka budú vedieť poraziť, ako keď každý bude bojovať sám len za seba, áno? Ugye az ütkezeteknél is, hogyha megfigyeljük, mindig a maga a magyar katona jön ki győztesen ezeknél a freskóknál. Že keď sa lepšie pozrieme na tie fresky, tak vždy je tam zvýraznené to, že ten maďarský vojak vyjde ako víťaz z toho boja. Tak sú nakreslené. Nem. Jó, rendben. Akkor szétszedjük a mögöttem látható... No, a teraz rozobereme túto skriňu, krásnu. To na inom zámku vám neukážu, takže pozorujte. Persze, okay. Ez egy 17. századi kabinett szekrény, amely az Ocskay családnak a tulajdonával volt, a múzeumban csak a 60-as években vásárolja meg. Toto je vlastníctvo Očkajovcov, ktoré v múzeu kúpuje len za financia v 1960. roku, takže dosť neskoro. Abban az időben három havi múzeumigazgatói fizetés volt az áruhoz, 6000 forint. V tom období stála táto skriňa asi 3 mesačné výplaty, riaditeľské výplaty, takže 6000 forintov len teraz, áno, 6000 forintov. Za 6000 forintov sa im to podarilo kúpiť. No, však netrúbajú predvýkenný. No a dneska, že radšej sa neodvážia to ani hodnotiť. Ennek a sekrénynek az érdekessége, hogy titkos rekeszek tartalmaz. Zaujímavosťou tejto skrini je to, že má veľa tajných Ugye a magának a szekrénynek az alapanyaga fa, a külső borítása műmerben, illetve márvány. Základ je breglo, a potom to, čo vidíte, tie farebné, to je už mramor. Ugye itt az oldalsó kis fiókon könnyedén kihúzhatók, ez a 4-4, ez biztosan fiók rajta, úgyhogy... 4 a 4, to sú určite sufríti po bokoch. Azonban nem csak 8 fiókot tartalmaz, hanem 29. Ale nielen 8, ale 29 šuflíkov obsahuje. Természetesen kik használták ezt a szekrényt? A hölgyek. Používali ju ženy. Ugyanis az ékszereket, gyógynövényeket és a fontosabb iratokat ilyen szekrényekben tároltak. Drahokami, bylinky a dokumenty skladovali v tejto skrini ženy. Ugye 8 fiókunk már megvan, de hol a többi 21? No, že 8 šuflíkov už máme a kde je ďalších 21. Nemidiana Jones už nebude sereť. Že nechce šuflíkové, nechce... Nechce od Indiana Jonesa vysvetlenie, ale...
Mert nem a Sheldonnek az órát vagy a melbimbóját kell megnyomni ahhoz, hogy kinyilódjon bármi is. Nie nosy musíte potlačiť, alebo prsné bradavky, aby sa to všetko otvorilo. Teljesen manuális a megoldás. Úplne manuálne sa to otvára. A legegyszerűbb, hogyha kinyitjuk a középső kis ajtót, no, és mögöttem már is négy darab kisfiú. Tam sú vnútri štyri ďalšie šuflíky. A következő, ami szintén elgondolom, itt ez a kis aranyozott gond, de kinyitni nem tudom, csak hogyha a kis lapuló szerkezetet kinyitom, és mögöttem már is darab. Akože to sa nedá otvoriť len tak jednoducho, jedine keď ten vrchnáčik tam stiskne, áno? Úplne sa nezapýtate, hogy természetesen. Az alsó két fiú könnyedén kihúzható, viszont a középső esetében csak mozgása van, fogása nincs. Vajon ez hogy egy? To stredné sa nedá vytiahnuť, ale hýbe sa. Že čo poviete, ako sa to dá vytiahnuť? Bočné tie... Tade. Ha elfordítjuk a mellette, és már is könnyedén ki lehet nyitni a kicsit. És itt oldalt megint a kicsit. Igen. És ha visszatolom, akkor látszanak a kicsit. Takže vidíte aj tie štyri malé šuflíky vedľa. Természetesen az oldalsó kicsik mögött is van. És ha oldalt... És ha az oldalsó kicsike mögött van, akkor a nagy mögött is van. Remélem, hogy tudom beszélni. Melegszik az idő. És itt a nagyosszó mögött is van. És a túlsók alatt is, és akkor itt megvan már is a 29. No, hát akkor úgy már most egy 29. Suflékkal. Most tudnék, hogy van itt, hogy most nem lehetett. Addig mindenki megnézheti, és visszateszem, ha végeztük. Jó, akkor elindulok itt a folyosón, és akkor nem Nádasdy vár a Nádasdy családnak a birtokában. Tak ako už spomínala v tej veľkej miestnosti, takže majiteľmi boli Nádasdyovci do roku 1671. Ugyanis 1671-ben harmadik Nádasdy Ferencet kivégzik a Wesselényi féle összeesküvésbe való részvétele miatt. Napokon v roku 1671 kvôli Wesselényimu povstaniu bol popravený František III. Nádasdy. És ebben az ekkor elveszíti nem csak a sárvári várát, hanem az összes nádasdyak által birtokolt várat és földterületet is. No a nakolko s tým išlo aj to, že postavil sa proti královi, áno, tak mu bolo zabraté všetok majetok. Všetok majetok mu bol zabratý. Ako hrad, tak aj pozemky okolo. Ja minden visszaszáll az uralkodóra. Všetko išlo naspäť na krála, akinek ebben az időben nincsen arra gondja, már úgymond, hogy ezekkel a birtokokkal foglalkozzon, úgyhogy ezeket eladja. Na, nakolko nemal čas na to, aby spravoval tieto majetky, tak ich predal. És majd a 18. század második felében emelkedik fel újra a Nádasdy család, de már nem a nyugat-dunántúli területeken, hanem közép-dunántúlon kapnak területeket. Nádasdyovci sa potom objavujú len za na východ, smerom na východ od Dunaja a ešte sme v Koptáky sa. Ale ani vtedy to nedostali späť. To bola protirestaurácia. Ako? To bola iná vetva. To bola iná vetva. Székesfehérvár és környékén, illetve Veszprém megyében kapnak vissza területeket. Takže v Székesfehérvári a vo Veszpréme tam dostanú naspäť nejaké pozemky. Az új központjuk már Nádasladány lesz. Fehérvártól egy kilométerre található kis településen. Od Székesfehérváru asi na 5 kilometrov Székesladány sa to volá, tam dostanú nejaké pozemky a majetky späť. Ennek ellenére a Nádasdy családnak a leszármazottai női ágon még nem halt ki a Nádasdy család, ők a mai napig úgy tartják, hogy Sárvár a Nádasdy a központja. No, ale po Mečí Vimbreli, ale po... Ako po praslici, nevymreli, takže ešte Nádasdyovci aj dneska ho majú za svoj hrad.
považujú si ho za svoje. Ennek az az oka, hogy a Nádasdy család a mai napig úgy tartja, hogy a család felemelkedésének a középpontjában maga Nádasdy Tamás áll. És Nádasdy Tamás volt az, aki itt egy uradalmi központot kialakított Sárváron, és ezért ma tartják azt a mai napig, hogy Sárvár az ő központjuk. No, nakoľko ten Tamáš Nádasdy bol vlastne takým najväčším prínosom tomu, aby tu vytvorili tento hrad a považujú ho aj za takého najväčšieho najväčšieho legfontosabb vára. Najdôležitejším členom z rodiny, tak to považujú akože kvôli tomu ešte stále za stredobod a jeho velebia ešte aj dneska, tohoto Nádasdyho Tamáša, a aj preto si ho považujú ešte stále za svoj tento hrad. Ugye Tamás az, aki egy köznemesi családból végül is a nádorságig jut, és ez a hatalmas életpálya, amit ő befutaz alatt az 50 pár év alatt, az mindenféleképpen meghatározó volt a család, illetve Sárvár városa számára is. On bol vlastne miestodržiteľ. A tým Nádor, igen? To je miestodržiteľ. Palatín. No, takže tým, že sa vlastne stal palatínom, tak Založil rod a jeho rodokmeň, áno. Bol to najdôležitejší člen z celého rodu. Jo, akkor itt most végigmegyünk a szalonsoron. Ez a szalonsor később készült, került kialakításra, mint a nádasdiak, hogy itt laktak volna Sárváron, és az utolsó teremben még akkor megnézzük, ami még a nádasdiakhoz között. Ostatné miestnosti sa budovali potom v neskoršom období, másik fele a 18. polovici 18. storočia, takže prejdeme a pri tej poslednej miestnosti sa zastavíme. Ahogy említettem, ez a szárny lesz majd az, ami majd ténylegesen áll a 16-17. Század idejében, majd itt a nádasdy, így ez, igen. Takže toto ez krídlo, alatt vannak azok a kis lodzsák, amelyek... Toto krídlo je to, ktoré bolo postavené nádasdym Tamásom. Igen, Tamás által készített kis lodzsák, mert itt láthatóak ez alatt a rész alatt, úgyhogy itt már biztosan lakhattak Ferencék ebben az időszakban. Ebben a teremben, ahol jelenleg tartózkodunk, olyan 16-17. Századi tárgyak vannak kiállítva, amellyel rendelkezhettek a nádasdy családnak a tagjai. Sajnos ugye a birtok elkobzást követően minden egyes bent lévő műtárgyat elvittek, nagyon kevés maradt meg bentől. Takže v tejto miestnosti sa nachádzajú také pamätihodnosti, s ktorými môžu ešte nakladať aj nádasdyovci. Pochádzajú všetky zo 16. storočia. És ezek a tárgyok? Egy része Fraknóban van, másik része pedig Budapesten az Iparművészeti Múzeumban. No. A többit megbeolvasztották. Takže jedna časť je v Budapešti, jedna časť je Fraknó, Austria. Pošte. To je v Rakúsku. Skrátka jedna časť je v Rakúsku a istú časť rozstavili. Nem klostor Neubor. Nem klostor Neubor. Nem, a bútoroknak egy részét azt szétosztották a többi főúr között, az ezőst, illetve aranyneműket beolvasztották. Takže nábytok rozdelili medzi členov a striebro zlato rozstavili. Ugye nagyon sokat beszéltünk már Tamásról, illetve Orsikáról, akkor most nézzük meg a portréjukat. Itt a szemben lévő falon láthatjuk őket. Tak nalavo je Tamás Nádasdy a napravo Orsolya Nádasdy, jeho manželka. Sajnos Ferenc, illetve Erzsébet portréja jelenleg nincsen kint, mert a folyosó szakasz, amelyen kint voltak eddig, most éppen teljes renoválás alatt van, úgyhogy Erzsébet. Tehát fotó Erzsébet bátori momentálni nem álljuk preto vonku, lebo renovujú tú časť. Úgyhogy sajnos a szülőket láthatjuk jelenleg. Lehet, rodičov môžeme vidieť. Orsika kép alapján egy
rettentő idős hölgynek tűnhet, annak ellenére, hogy nagyon fiatalon ment hozzá Tamáshoz. No, Orsolya na tej fotke možno vyzerá na staršiu napriek tomu, že sa veľmi mladá vydala za Tomáša. Ugye ez egy már egy idősebb korát ábrázolják ezen a képen, míg Tamásnak körülbelül 40 éves korát mutatja be ez a no, kép. No, Tamás je tam v tom 40. roku svojho života asi znázornený a Orsolya už zrejme v staršom veku. Az ő házasságukról röviden annyit, hogy magyarul leveleznek, saját kezüleg, nem íródeákon keresztül. Orsika azért tanult meg magyarul írni, illetve olvasni, hogy ne kelljen neki valakit megfogadni azért, hogy a saját férjével tudjon levelet váltani. Takže oni si dopisovali po maďarsky a Orsolya sa len preto naučila po maďarsky, aby nie niekto druhý za ňu musel písať tie listy, ale ona sama. Itt a szemben lévő falon láthatjuk a nádasdi családfát, amely egészen a 19. századig bemutatja nekünk a nádasdiak leszármazását. Az aljában maga nádasdi Tamás fekszik, ahogy említettem, hogy a család úgy érzi, hogy Tamás az, akiből végül is kinőtt az egész család. Takže toto je vlastne rodokmeň nádasdijovcov. Dole tam leží Tamáš nádasdi a vlastne tu tiež názorňujú, že z neho vlastne sa vybudovala celá táto, celý tento rodokmeň. Ugye sajnálatos módon rosszul tárolták ezt a képet annak idején, hogy hiába van restaurálva, nagyon nehezen lehet kikövetkeztetni rajta a neveket, de természetesen a analógiák, illetve a családfa alapján könnyedén be lehet azonosítani. Že veľmi zle zrenovovali tento obraz, lebo veľmi ťažké je vyčítať z toho určitých členov, ale podľa analógií, že to oni dokážu. Ugye ott kezdődik a probléma, hogy nem elég valamit jelenleg jól tárolni, hiába tárolom most jól, ha korábban meg nem tudom, hogy pontosan. Takže zbytočne dneska to aj akože dobre udržujú, keď to volá kedy zle bolo spravené. A családfa két oldalában láthatjuk azokat a fontosabb várábrázolásokat, amelyekkel a nádasdiak ebben az időszakban rendelkeznek. Ugye jobb oldalt látható fent Csejtve, napravo Csaktice, Kanizsa, Kapuvár, bal oldal Lavo, Lékahore, Sárvár, és Sopron kereső Dajcsprajc, a mai Dajcsprajc. Ugye a Sárvárnak az ábrázolás, amelyet itt láthatnak, ez egy 17. század végi ábrázolás. To je asi zo 17. storočia tento Sárvár u nás. Ugye itt nagyon gyönyörűen látszik maga a védvárrendszer, illetve maga a vizes áron. Veľmi dobre je tam vidieť celý ten obranný systém zvonku, aj dokonca tú vodnú priekopu. És már látszik az, hogy maga a torony és mögötte a díszterem is áll, vagyis ez meg mindenféleképpen Nádasdy Ferencnek az építkezésének a befejezése után készül ez a kép. Vagyis... Takže tento obraz sa vlastne spravil až po tom, ako už bolo všetko uzdravené do takéhoto stavu, ako to je teda. Po Tomášovej smrti, áno, po Tomášovej smrti. Harmadik Nádasdy Ferenc, aki végül is a várnak a mai állapotát kialakítja. Ugye mielőtt még szegényként kivégzik Bécsben, az összeesküvésben való részvétele miatt, őről annyit kell tudni, hogy őt úgy hívták, hogy a magyar Krőzus, hatalmas műgyűjteménye. Magyar Krőzus. Nagy műgyűjtő volt. Ja, nagy műgyűjtő. Igen, rengeteg műtárgyal rendelkezett, egy hatalmas raktár tele volt neki, csak ezüst, arany és egyéb nemű tárgyak. Takže o tom Nádasdy Ferencovi III, ktorý bol vlastne zapriahnutý do vešeleního postania, treba vedieť toľko, že on bol veľký maniak, zberateľ. Veľký zberateľ. A mal neskutočné množstvo obrazov, zlata, striebra, rôznych takýchto vecí pozbieraných. No a o tom rozprávala, že to potom prišiel o to. Vlastne prišiel o to. A nie len o to, ale o všetky majetky. Ugye ezt a leírásokból tudjuk, hogy mennyi műtárgyal rendelkezett. Ennek csak nagyon csekély százaléka, talán 1%-ma maradt fenn napjainkra. Takže dnes toho všetkého, koľko oni vedia, že koľko mal, zostalo len 1% asi.
Ennek egy részre már ugye említettük Raknóba, illetve Budapesten az Iparművészeti Múzeumban látható. Az a 1%? Igen. Takže to 1%, o ktorom vedia, že áno, zostalo a ktoré sa im podarilo pozbierať, tak to je rozdelené v tej Budapešti a v tom Frakne. Nálunk egyetlen egy tárgy van. U nich je len jedna jediná vec z toho obdobia. Itt a sorokban láthatunk egy órát. Sú hodiny. Amelyet a Nádasdy család jelenleg élő nőtagjai ajándékoztak ide a múzeumba. Ugyanis a Nádasdy család... Jelenleg élő. Ketten élnek, hölgyek. Meg Nádasdy Borbála és Erzsébet. Takže ešte dve ženy žijú z tej vetvy Nádasdyovcov. Borbála és Alžbeta. A oni dve darovali vlastne múzeumu tieto hodiny. 2010-ben ajándékozták ide. V roku 2010. Ugyanis a családi hagyomány szerint ez az óra harmadik Nádasdy Ferenc óragyűjteményének a részét képezte. Takže vlastne tieto hodiny boli tiež jedny zo zbierky. Egy több száz órából álló gyűjteménye volt amúgy Nádasdy Ferenc. Mal niekoľko stoviek hodín. Niekoľko stoviek. A tieto jediné ešte teda zostali. A vizsgálatok alapján magának az órának azt szerkezete, az 17. századi, a külső borítás már 18-19. Századi átalakítás. Takže vnútrajšok je zo 17. storočia, a vonkajšok hodín je už 18. storočie. Viszont nekünk az a fontos, ami belül van maga az egész szerkezet. Pre nich je dôležité to, čo je vnútri, to staré, áno. Ugyanis a külső borítást mindig a korszaknak megfelelően alakították át, a korszak stílusának megfelelően. Takže vonkajšok vždy prispôsobili tej dobe, v ktorej to robili. Áno? És ugye maga az órában, ami a legdrágább volt, az a belső szerkezet, mert nagyon kevés ember tudta ebben az időszakban még elkészíteni a magát az óraszerkezetet, ezért mondhatjuk azt, hogy valószínűsíthetően tényleg az ő óragyűjteménynek a részét képezhetett az óra. Takže vlastne tá hodnota je vnútri, lebo to, čo je vnútri, je ten strojček, to je veľmi ťažko dneska už opakovateľné alebo aj opraviteľné. My azért is vagyunk büszkék erre, hogy ebből az 1%-ból egyetlen egy tárgy. Takže sú veľmi hrdí na to, že aspoň tieto jedny jediné hodiny z tých stoviek sa im ušli. Jo. Akkor azt hiszem kérdez, van-e kérdés esetleg? Či máte nejaké otázky? Akkor én azt ígértem a vezetőinknek, hogy még adok időt a vásárlásra, mert 4:30-kor pénztárzárásunk van, aha, hogy akkor még akkor, aki szeretne valami emléktárgyat vásárolni, akkor még van rá idő. No, nakoľko do pol piatej majú otvorenú pokladňu, a teda suveníry, tak ešte nám dá čas. Můžu se ještě zeptat teda, já jsem někdy četla, že tady budovali tajný chodby. Že to jsou tajný chodby. És hogy vannak itt valamilyen titkos folyosok. Voltak. No, boli, Billy. Azonban az 50-es években elkezdték felújítani a várat, a 70-es évek végére megcsinálták. 50-tých rokov, 1950 aj niečo, áno, začali renovovať. A keď ich našli, és amikor megtalálták őket? Nem csak, hogy megtalálták, mindent befalasztak. Všetko zabudovali. A čo? Tie tajné chodby, čo našli v 50-tých rokoch, pri renovácii, všetky zamúrovali. Az az igazság, hogy nagyon-nagyon szidjuk, bocsánatot kérek a magyar műemlékvédelmet, ugyanis tudjuk, hogy körülbelül hol voltak ezek a... Veľmi sú nahnevaní na tých majavských pamiatkárov, lebo oni aj vedia, že kde asi približne boli tie dvere, tie otvory, a že nedovolia im to otvoriť. Például, ha jönnek fel a múzeum lépcsőn, ezen a falépcsőn, itt, ahol van ez a Kleopátra szobor, ott bal oldal, vagy jobb oldal van egy fa, vagy egy ajtó, ami egészen a huszár kiállításba vezet be, amiről tudjuk, hogy hol is van maga a rés, és nem hagyják meg hiszem. Kezdve išli hore po schodoch, tak tam pri... Mi van ott? Pri Kleopatre si všimnite, že tam... Oni vedia, že tam boli tie dvere a dokonca išli až, neviem, kde išla tá chodba, niekde husár. Tu je husársky múzeum na druhej strane, to je druhá strana. Že až tam išla tá tajná chodba.
az igazság, hogy még a fűtőn nyílásokat is befalaszták, hogy még ezeket a hatalmas kájhákat sem tudjuk használni. 60-as évekig használták, dokonca hogy ezt már nem. Zamurovali ešte aj komíny na kúrenie, takže nemôžu používať tie veľké krásne kachle, ktoré tu ešte nejaké sú. Teljesen jogos a hölgynek a kérdése. Takže abszolútne tá vaša otázka én magam is má ako veľkú cenu. Én magam is érdeklődnék utána, ugyanis én meg magának a várnak a felépítésével foglalkozom, úgyhogy nekem is izgalmas lenne. A ešte, když sa sežene povolení, tak se tam můžou podívat ve Vranově pod Gimplem, tam taky byly jako chodby, které byly zapečetěné spoustu let a teď to otevřeli před půl rokem. Jestli je šance, když získají nějaký pohled... Hovorí, že bojují s pamiatkármi. Že bojují s pamiatkármi. A hölgy azt mondja, hogy Szlovákián szinte... Kde to bolo? Vranov na Slovensku. Vranov, to je na Slovensku. Szlovákiában szinte volt egy ilyen helyzet. És megszörözték a engedélyt. Itt ki lehet menni? Igen, vissza, igen, és vissza, aki vásárolni szeretne, nyugodtan. Megszerezték a engedélyt, és megengedték kibontani azokat a befalazott dolgokat. Csak nálunk az is egy nagy probléma, hogy olyan jól elrakták annó ezeket a iratokat, hogy mit hol falasztak be, hogy egy-két elmondás, akik még élnek, az régiekből ők el tudják mondani, de papírral nem tudjuk bizonyítani, hogy hol voltak ténylegesen. Takže oni tak dobre aj dokumenty všetky zlikvidovali k tomu, že nevedia oni teraz presne určiť, že kde boli tie otvory. A tým pádom je to v strate.